Augusztus 2-án megkezdtük a felkészülést az U14-es serdülőcsapattal, mai napon pedig beköltöztünk állandó otthonunkba, a Szent Efrém tornacsarnokba. A gyerekek nagyon lelkesek, 17 fős kerettel készülünk nekivágni a bajnokságnak, és a mai nappal a Civis Kosárlabda Klubnak a teljes csapat létszáma elkezdi a felkészülést, hiszen a mai napon már az U11-es, az U12-es fiúk és lányok is már pattogtatják a labdát a Kossuth gimnáziumba, úgyhogy a mai nap egy fontos nap a Civis Kosárlabda Klub számára, hiszen teljes üzemmel működünk és várjuk is a újonnan érkező fiatalokat. A gyerekek életkorának megfelelő szakmai munkát végzik. A Civis Kosárlabda Klub elsősorban a technikai alapoknak a lerakása, illetve a fizikai alapok lerakásáért felel, tehát elsősorban az ügyességet fejlesztjük, a gyorsaságot, robbanékonyságot, illetve a technikai alapokat, a helyes alapállást és az egyszerű feladatokat. Értelemszerűen itt azért itt is van különbség a legkisebbek és a serdülőkorosztály számára, hiszen a serdülők ők már egy komoly versenyzőkorosztály. Reményeink szerint, amennyiben a vírusengedély nemzetközi szintéren is pályára fognak lépni, ezért értelemszerűen nekik azért már vannak taktikai elemek is a szakmai programba, de legfontosabb minden korosztályban a képzés. A legfontosabb célkitűzésünk azok az egyéni fejlődés, viszont úgy gondoljuk, hogy ha a gyerekek egyénileg sokat fejlődnek, akkor egy jó közösséget kovácsolva, ezért ennek az eredményben is látszódnia kell. Komoly eredményességi elvárásaink nincsenek a csapatok felé, de azért, hogy minél színvonalasabb mérkőzést tudjunk játszani, ezért értelemszerűen a serdőkkel szeretnénk a főtáblára kerülni, illetve eljutni az A-döntőig, ahogy a korábbi korosztályok is tették. A U11-U12-es korosztályokban pedig nem országos döntőt, hanem dzsemborikat rendeznek, ami nagy élmény a gyerekek számára és egy komoly fejlődési lehetőség, úgyhogy ezekre mindenképp szeretnénk oda kerülni. Én úgy gondolom, hogy a kollégák és a gyerekek, illetve mindenki számára már az nagyon pozitívum volt, hogy a szezon második felébe viszonylag sok versenyre el tudtunk menni, úgyhogy amellett, hogy sokat dolgoztunk és edzettünk, már az pozitív feltöltődés volt, hogy kimozdulhatunk otthonról. Bízunk benne, hogy ez az ősszel is megmarad, és nem lesznek olyan szintű korlátozások, mint az előző szezonban. Én úgy gondolom, hogy nagyon rutinos és kellő tapasztalattal rendelkező stáb állt most össze a Civis Kosárlabda Klubnál. Nagyon sok jó pedagógus és tapasztalt szakember dolgozik nálunk, úgyhogy minden feladatot meg fognak tudni oldani. A gyerekek pedig én úgy gondolom, hogy hatalmas lelkesedéssel várják a szezont, és ez az edzés létszámokon is megmutatkozik, hogy minimális a hiányzó. Köszönöm szépen! 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2